Az oltás közös érdek. Ezzel a címmel adta közre nyílt levelét a Pécsi Tudományegyetem rektora pénteken. Misete Attila a Covid elleni védőoltás beadására kér mindenkit ebben az írásban. Magyarországon azért látjuk, hogy körülbelül 3 millióan, vagy annál valamivel többen, még mindig nem oltakoztak. És ez óriási baj, hiszen a vírus terjesztésének ők a fő forrásai. Természetesen igaz az, hogy az is megkaphatja, aki már kapott oltást, de a tünetek, a lefolyás az sokkal enyhébb lesz. Az oltás az egyetlen hatékony védekezési eszköz a járvány ellen. Ebben egyetértenek a szakértők, mondta az intézményvezető. A tűzzel játszik az, aki nem veszi fel az oltást. Könnyű addig kételkedni, ameddig magunk meg nem kapjuk a betegséget. De olyan szerencsések vagyunk, hogy nem kapjuk meg, akkor is azt kell mondjam, hogy rendkívül felelőtlen az, aki nem veszi fel az oltást, hiszen ő maga esetleg tünetek nélkül, vagy enyhe tünetek mellett tovább terjesztheti a vírust. Ez mindenképpen elkerülendő. A kötelező oltásról is kérdeztük Misete Attilát. A kormány rendelete szerint november 1-től a munkáltatók maguk dönthetnek arról, hogy a dolgozók, munkavállalók kötelesek a COVID elleni vakcinát felvenni, vagy nem. Van egy lehetőség arra, hogy az egyetem keretén belül nem csak az egészségügyi ellátó egységekben kötelezően bevezetjük az oltakozást. Én azonban hiszek a józan észben, és egyelőre ezt az intézkedést nem szándékozom bevezetni, viszont határozottan megfogalmazom azt, hogy mindenki számára ajánlott, erősen ajánlott az oltásnak a fölvétele. A Pécsi Tudományegyetemen 90%-os az átoltottság, mondja a rektor, de a 29 ezres hallgatói és munkavállalói létszámot nézve ez azt jelenti, hogy még mindig közel 3000 beoltatlan van a Pécsi Egyetemen. Ezért kéri őket, hogy adassák be maguknak a COVID elleni vakcinát.